Relax. Olyan befifinak, minden pat. Béne. Pa. Sport. Pa. Sziasztok, üdvözöllek benneteket újra a csatornámon egy újabb videóval, de nem vlog videó, nem a koncepció után megyek most. Egy kicsit kimegyek erről az útról, és egy leülős videót hoztam nektek, mert az utóbbi két vlogom alá volt egy pár komment, pozitív kritikát kaptam, azaz építő kritikát, és én ebből tanulni szeretnék, és tényleg, hogyha van bármilyen véleményetek, kérlek írjátok meg, és próbálom úgy alakítani a dolgokat, amiben azt írtátok, hogy nincs egy intro, nincs egy bejelentkezés, nem tudjátok ki, mi, szóval nem ismertek engem annyira, sokan ismernek Karin videóiból, sokan nem ismernek, szóval azért gondoltam, hogy megcsinálom ezt a videót nektek, 25 random tény rólam, hogy jobban megismerjetek. És meg szeretnélek benneteket kérni, hogy a videó alá írjatok ti is random dolgokat magatokról, hogy én is megismerjelek benneteket, szóval legyen ez egy ilyen kapcsolódás, egy ilyen bonding videó, hogy így mondjam neki, hogy tényleg megismerjük egymást, és igen, erről lesz szó, ez a stúdió, azaz a hálónk. Nincs stúdióm persze, szóval vagy a háló, vagy a nappali, ez a két opcióm volt, és a hálót választottam, mert feltettem ezt egy gyönyörű kaktuszos ágyneműt, amit imádok, amúgy az Asosról rendeltem, egy fél éve kb. Igen, és gondoltam, hogy most ezt a videót lefilmezem nektek itt, mert itt tényleg ez az a hely, ahol tényleg nagyon jól érzem magam, és komfortos vagyok, szóval gondolom, hogy ennél jobb hely nem is kell. Felvettem a Urmény szikretes pizsimet, ezt a pulcsit Florintól kaptam, de kb. Begyulok, szóval lehetőleg fogom cserélni, mert nagyon-nagyon melegem van. És akkor igen, ennyit erről, a pizsiről, hogy milyen melegem van. Mit szeretnék még mondani nektek? Mielőtt még elkezdődnénk azt a videót, szeretném tiszta szívemből megköszönni nektek azt a nagyon-nagyon sok támogatást. Tényleg el sem tudom mondani, milyen sokan írtatok, kommentek, Instagram, privát üzenetek, a sok feliratkozás, a sok like, a sok megtekintés a videóra. Szóval tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nem gondoltam volna, hogy ennyire jól fogjátok fogadni a videóimat, és hogy ennyire támogatni fogtok. Remélem ez így lesz tovább is, és tényleg tiszta szívemből köszönöm, és akkor kezdjük a videót. Láttam közben kávét magamnak, a gép egy kicsit felforrósodott, és akkor gondoltam, hogy ezt kihasználom ezt az alkalmat, és hozok egy kis innivalót magamnak. Na szóval, az első dolog az lenne, hogy a nevem Drágos Inez Rita, amit lehet, hogy nem sokan tudtok, hogy Ritának is hívnak. 27 éves vagyok, szeptember 18-án születtem. Én is, meg Karin is Debrecenben születtünk, de én Bukarestben lakom most, ide költöztem, itt voltam egyetemen is a mesterin, és most itt élek a vőlegényemmel, Florinnal. A tény az lenne, hogy Florinnal együtt vagyunk több mint 2 éve, a tengeren ismerkedtünk meg, és el vagyok jegyezve, jövőre lesz a lagzink, jövő júliusában. Az első dolog, amikor felkelek, az az, hogy kiviszem Fifit, és utána megiszom a kávémat. A kávé nagyon fontos dolog az életemben. Este úgy fekszem, hogy reggel alig várom, hogy a kávémat megígyam, nagyon szeretek kávézni. 2-3 kávét iszok meg egy nap, 2-t inkább úgy mondom, 2-t, ha 3 az extrém, ez már a második. Sem kellek ébresztő órára. Nem szoktam betenni az órát, mert tudom, hogy mindig hamarabb felkelek, mint az óra. Kb. 5-10 perccel hamarabb, szóval nincsen szükségem rá egyáltalán. Isteni ez a kávé, amúgy kint nagyon hideg van, ilyen -2 fok kb. Szürke, havas, esős, nagyon rossz. És bent meleg van, a kávé meg tökéletes. A dolog az lenne, hogy felcsorolnátok a kedvenc kajáimat, kedvenc ételeimet, csirke. A csirke az minden formájában jöhet, szerintem már lassan csirkévé válok, amennyi csirkét eszek. Nagyon szeretem a pizzát, meg a spagettit, meg a lasagnát. Fú, nagyon szeretem, azt lehet, hogy elkészítem nektek egyszer egy videóban, egy vlog videóban. Nagyon könnyű és nagyon finom. Kedvenc sorozataim a Grey's Anatomy, imádtam minden pillanatát, szerintem újból fogom kezdeni és megnézem előről az egészet. És a Friends. A Friends-et már nagyon rég láttam, de mindig szeretem nézni. Ha elkapom a tévében, mindig megnézem. Tudom kívülről minden jelenetet, de mindig meg szoktam nézni. A 8. tény az lenne, hogy imádom a krimiket. Minden, ami krimiről szól, imádom. A tévében látok egy műsort, szeretem nagyon az igazi történeteket, mert tényleg azok tényleg valódi dolgok, szóval tényleg abban lehet tanulni, úgymond tanulni, és analizálni a dolgokat. Van egy oldal, CBS News, 48 Hours, hogyha érdekel benneteket, nézzétek meg, igazi történetekről szól, nagyon-nagyon érdekes, nagyon benne vagyok,
és olvasok is egy pár könyvet igazi történetekről. Esetleg be tudom nektek ide tenni a könyveket, hogy lássátok, hogy melyikről van szó. Angolul van, szóval ez egy plusz dolog, hogy legalább bővítem a szótárt angolul is. Imádok takarítani. Imádom a tisztaságot, ha nincs rendben a lakás, kb. Ki vagyok idegileg. Nem mondom, hogy minden nap porszívózok és felmosok és port örülök, de minden második, harmadik nap ez biztos meg fog történni. Most, hogy van Fifi, többet kell, most ez egyértelmű, de tisztaságmániás vagyok, ez tudnivaló. És szerintem ez kötődik a horoszkópomhoz is, mert rájtólag a szüzek nagyon tisztaságmániások. Ha már Fifiről volt szó, akkor elmondom nektek, aki nem tudjátok még, hogy van egy kis kutyánk, ilyen három és fél hónapja fogadtuk örökbe egy klinikáról. Fifi a neve, egy kislány, egy kis korcs kiskutya. Az anyukáját megtalálta egy lány az utcán, el volt törve a lába, bevitte a klinikába, és akkor ott derült ki, hogy terhes és van két kiskutya. Volt egy kisfiú és egy kislány, és mi Fifit fogadtuk örökbe, a kisfiú már oda volt adva, és Fifit fogadtuk örökbe, mert lassan 5 hónapos. Igen, és rakja drágánk. Kiderült a vlogjaim által és az Insta sztoriaim által, imádok sütni, főzni. Valaki pont kérdezte, hogy mit szeretek jobban, sütni vagy főzni. Hát sütni lehet, hogy jobban szeretek, mint főzni, de főzni is imádok. Nagyon-nagyon szeretem a mama főztjeit, és azokat szoktam főzni. Meg vannak a receptek, Florin anyukájától is van egy pár recept, amiket szoktam csinálni. Szóval mind a kettőt szeretem, nem tudnék választani a kettő közül. Kedvenc városom New York. Imádom! Voltam olyan szerencsés, hogy voltunk Karinnal együtt, mert voltunk szüleinkkel és Ritával és az ő szüleivel. Voltunk New Yorkban, és egy csodaváros, imádom. Sajnos csak egyszer voltam, de nem panaszkodom, mert tényleg voltam, ez a lényeg. És elmennék bármikor, ha valaki mondaná, hogy most csomagol, mert indulunk, már az ajtónál lennék és indulnék, szóval tényleg imádom New Yorkot. Én nagyon pontos ember vagyok, nagyon szeretem a pontosságot, és nem szeretem az embereket, akik késnek a találkáról. Én mindig úgy vagyok vele, hogy inkább hamarabb legyek ott, mint később. Imádom a gyerekeket. Meg vagyok bolondulva a gyerekek után, alig várom, hogy legyenek gyerekeink. Két gyereket szeretnék, egy kisfiút és egy kislányt, ebben a sorrendben, persze mindegy, hogy fog alakulni, de úgy elképzeltem, hogy a kisfiú fog vigyázni a kislányra, és igen, már gyerekkorom óta gyerekekkel nagyon jó kapcsolatban vagyok. Ritára is mindig én vigyáztam, mindig én játszottam velem, amikor kisebbek voltunk. Szóval tényleg gyerek, ez mindig előttem van, nagyon-nagyon szeretem őket, és bárhol meglátok egy gyereket, kb. Elolvadok. Az gyerekkori emlékem az, amikor én meg Karin és apa hóembert építettünk kint az udvaron. Minden évben megcsináltuk, minden áldott évben, és annyira jó visszaemlékezni erre. Én meg apa még a mai napig is meg szoktuk csinálni, szóval tényleg tavaly is csináltuk tavaly előtt, és minden évben egy tradíció maradt nálunk. Karin már nem nagyon szokott részt venni ezekben, nem is értem miért, tesó. De remélem, hogy ebben az évben visszahozzuk ezt a tradíciót, és megcsináljuk mind a hárman a hóembert. A végzettsége. Én a reklámszakon végeztem a Kolozsváron, első 3 évemet ott töltöttem. Utána jöttem Bukarestbe, úgy szintén reklámszakra, a mesterire. Mitől félek? Hát itt van sok minden. Mármint nagyon félek a bogaraktól, a pókoktól. Tudom, hogy nem csinálnak semmit, tudom, hogy nem bántanak, meg hogy jobban félnek ők tőlük, mint mi tőlük, de nekem nagyon nagy félelmem ez a pók, bogár, repülő, bármi, egy darázs. Tényleg nagyon-nagyon nagy lázba tudok jönni, és nagyon félek tőlük. És a kis undinak látom őket, a kis lábukkal, a kis csápjaikkal, szóval tényleg kis undi dolgok, és nagyon félek a sötétségben. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon félek, mint gyerekkorunk óta Karinnal, hogy a szobán közt van egy kis folyosó, ott mindig fel van kapcsolva a villany, még a mai napig is. Nagyon jó gyerekkori emlékem az, amikor Piroska mama csinált nekünk reszelt almát reszelt kekszel. Ez volt a kedvenc desszertem úgymond gyerekkoromban, és még a mai napig is meg szoktam csinálni itthon. Erre nagyon jó visszaemlékezni, és van egy érdekes sztori ezzel kapcsolatban, hogy amikor csinálta nekünk régebben mama, akkor én valamilyen oknál fogva azt hittem, hogy Karinak többet tett, mint nekem. Vérig voltam sértve, nagyon megharagudtam, és akkor mama még csinált nekem pluszba, hogy legyen egyforma, pedig egyforma volt, biztos vagyok benne, csak nekem úgy tűnt, hogy Karinak több volt, és csinált nekünk többet, szóval tényleg ez egy annyira jó emlék, és még a mai napig is megcsinálom, és mindig úgy visszamegyek a gondolataimban, és akkor mindig úgy oda teleportálom magam, amikor mama csinálta nekünk. A másik mamánkat úgy hívják, hogy Ágnes. Ági mama. Mi nem mondjuk neki, hogy mama, mi úgy mondjuk neki, hogy Ági. Én meg pontosabban úgy mondom neki, hogy Ágicám. Bármikor hívom, mit csinálsz, Ágicám, hogy vagy Ágicám. Ez valakinek furcsa, hogy nem mondjuk neki mama, de mi is szoktunk meg gyerekkorunk óta, szóval ő nekünk Ági maradt.
kedvenc desszertem a tiramisu. A tiramisuból annyit tudnék enni kb., hogy nem is tudom. Annyit csináltam a Bukarestben, hogy Florinnak már nagyon elvettem a kedvét a tiramisutól, mert amikor meglátja, akkor már egy kicsikét elkapja a rosszul lét. Tudjátok, amikor nagyon sokat eszek valamiből, akkor egy kicsikét így meguntorodtok tőle. Nálam még nem jött el ez a pont, hogy meguntorodjak a tiramisutól, szóval tényleg tudnám bármikor enni és bármennyi mennyiségben. És még egy másik kedvenc desszertem a lava cake. Ja, hát ez egy isteni desszert, nagyon szeretem az ilyen csokis dolgokat. Nem csináltam még, de lehet, hogy kipróbálom egy videóban, mit szóltok. Utálom tiszta szívemből, amikor a hajamba piszkálnak. Nem szeretem, ha a hajamhoz érnek. Effektív, nem tudom miért, lehet gyerekkoromban történt valami, amire nem emlékszem. A fodrászhoz nagyon ritkán megyek, csak akkor megyek, amikor muszáj, amikor a végéből vágatok egy picit, de amúgy senki hozzá ne érjen a hajamhoz, mert rosszul vagyok tőle, nem tudom miért, és nem szeretem, ha belemásznak a tányéromba, amikor eszem. Ez úgy szokott történni például, hogy otthon vagyok, és kérdezem Karint, kérsz valamit? Csinálom magamnak ezt. Kérsz te is? Csináljak többet? Nem kérek, nem vagyok éhes, nem kívánom. És találjátok ki mi? Amikor eszem, Karinak épp akkor megjön az appetit, hogy egyen ő is, és persze belemászik a tányéromba. Hát én olyankor ki vagyok, idegileg esküszöm. Tudom, hogy hülyeség, de szerintem sok mindenkivel ez megtörténik. Például ilyen anya is. Anya se szeret, hogyha belemásztak a tányérjába. Apa meg pont a fordítottja. Apa meg Karin egy, én meg anya egy. Én meg anya utáljuk, Karin meg apa. Mindenki jöjjön, egyen, vegyetek. Utálom. Jaj Istenem, de rossz. Nagyon-nagyon rossz. Biztos már tudjátok egy páran, ha követtek az Instagramon régebről. Van két tetoválásom. Az egyik itt. És azt írja, hogy Believe in your dreams. Amiben én nagyon hiszek, mert tényleg, hogyha valamiben nagyon hiszel, és tényleg nagyon akarod, hogy valóra váljon, akkor az tényleg meg fog történni. Én ebben tényleg teljes szívemből hiszek. És még egy itt, jaj, kérem csak a kávét, itt. Ilyen furcsa írásokkal, de majd beteszek nektek ide egy-egy képet mind a kettőről, lássátok miről van szó. Itt meg azt írja, hogy be brave, azaz légy bátor. És ebben is nagyon hiszek, bármit csinálsz, bármilyen terved van, tényleg légy bátor, higgy benne, szóval a kettő összekötődik, higgy benne, mert tényleg sikerülni fog. Ki főz a legjobban a világon? Hát az Ági mama, azaz Ágicám. Az ő főzőt szeretem a legjobban, és már mint mondtam, egy pár receptet elloptam tőle, és el is készítettem, mint például a pörköltet. Hát imádom tiszta szívemből a pörköltet, meg a csirkepaprikást, hát azok istenék, hogy a húsleves, az igazi húsleves, az nekem az egy isteni dolog. Egy szokás, egy tradíció, ami nálunk volt a családban, és a mai napig is megtörténik, amikor otthon vagyunk mind, minden vasárnap Ágicánál ebédelünk. Ez nálunk egy szent dolog, tényleg én, Ági, anya, Karin és apa. Mi minden vasárnap együtt ebédelünk a megszokott húslevest, sose untuk meg, imádjuk, minden áldott vasárnap húsleves, rántott hús és krumplipüre. Ezeket nem adnám semmiért. Hát szia kicsi húsim! Hát igen, filmezek magár! Hát nem baj, hát mi jó is! Egyik vicces vagy nem vicces sztori gyerekkoromból az volt, hogy Karinnal a szobánkban voltunk, és volt egy ilyen radiátor, egy ilyen nyitott radiátor, nem tudom, hogy magyaráltam, ilyen vasból, és akkor úgy tudjátok, hogy volt 3 vagy 4 sor vas, és akkor az úgy melegítette a szobát, és úgy gondoltuk mi Karinnal, hogy milyen vicces lenne, hogyha mi egy kis papír darabkákat dobálnánk be, az úgy elég, és jaj, de mókás a dolog. És akkor egy momentumban egy nagyobb papír darabot dobtam be a radiátorba, és az felgyullad, a lángra kapott, és annyira megijedtem, hogy én megfogtam azt a papír darabot, miközben éget, szaladtam apáékhoz, hogy jaj, ég a papír. Ezt amikor meglátták, apáik kb. Elájultak, gyorsan levették a kezemből a papírt, persze, de az már megcsinálta a problémát, mert az egyik ujjam, már nem tudom melyik, mármint a két nagy ujjam közül valamelyik, azt mondja, hogy a bal, annyira megégett, hogy teljesen levált a bőr, nyers hús, szóval tényleg nagyon-nagyon megégett az ujjam, de helyre jött, szóval nem látszik egyáltalán, nem mondom, azt hiszem, hogy a bal volt, és tettünk rá minden nap ilyen aloe vera, nem ismerhetek, abban nagyon jó termék, aloe vera first, ilyen spriccelós, és mindig tettük az ujjunkra, vagy tettem én az ujjamra, és utána nagyon szépen begyógyult, és nem is lehetne mondani, hogy melyike volt a probléma. Ezek voltak a 25 tény rólam. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és jobban meg tudtok ismerni ezáltal. Tényleg nagyon szépen kérlek, hogy írjatok ti is nekem egy pár tényt magatokról a kommentekben, biztos lesz közös.
És még egyszer ugye meg szeretném köszönni nektek a sok támogatást, a sok lájkot, a sok feliratkozást, a sok kommentet, nagyon jól esett. Remélem, hogy ezek után is fog tűnek tetszeni a videóim, és találkozunk a következőben. Puszi!